Folytassuk magazin műsorunkat egy focipálya átadásával. Egyébként iskolai műfüves pályáról van szó, a helyszín a Bátori iskola területe. A következő percekben az intézmény vezetőt, Barták Péternét, és az MLS Veszprém megyei igazgatóját, Finta Pétert hallják. Én itt tanítottam valamikor, de hát ilyen jó körülmények között nem sportoltunk. Azért egy igazgatónőnek mindig nagy öröm, hogyha azt látja, hogy egy ilyen pálya várja a gyerekeit. Bizony nagy öröm, és mivel én is 81 óta ebbe az iskolába vagyok, igazán nagy öröm, ha mindig egy picit többet tudunk nyújtani a gyerekeknek. És hát ilyen még nem volt, azért ez a műfüves pálya, ennek van egy varázsa, mert azért minden iskola még nem büszkélkedhet ezzel. Azt hallottam, hogy amikor lehetőség megnyílt, akkor megkérdezték az iskola vezetőket, hogy beneveznek-e. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen iskolánál, amelyik a sportot tűzte, főleg a zászlajára, hát ez nem volt kérdés. Nem bizony, tehát nem is értettem, mert ez teljesen egyértelmű volt, hogy nagyon örültünk ennek a megkeresésnek, és abban a pillanatban igent mondtunk, és már azt kezdtük rögtön számolni és mérni, hogy hol lesz ennek a legideálisabb helye az udvaron. Régen itt ezen a térségen forfa épület volt, most ez már régen volt. Ezt megelőzően, hogy a pálya elkészült, mi volt itt? Sima füves terület volt, amit ugye csak akkor tudtak a gyerekek használni, ha nem esett az eső, vagy ha éppen nem volt egy gödör rajta, tehát állandóan rendezni kellett az alját, hogy ne legyen balesetveszélyes. Most viszont ezzel azt gondolom, hogy egy olyan lehetőséget kaptunk, hogy szabadabban tudnak a gyerekek és biztonságban focizni, és más labdajátékot is játszani. A Bátori az mindig népszerű iskola volt, és mindig igen sokan jelentkeztek ide, hogy itt tanulhassanak, hozták a szülők őket. Most hány gyermek van? 600 fölé mentünk, 620 gyerek jár ide, ami azt gondolom, hogy egy nagyon magas létszám, tehát mondhatom, hogy telített az iskola, és rendkívül népszerű a sportiskolai osztályunk, hiszen alsóban a sportokat megismerhetik a gyerekek, mindent próbálunk nekik megmutatni, és felsőbe pedig már választanak, és valamilyen sportot űznek, és hát nagyon sok a focistánk. Ebben a programban ugye nem ez az egy pálya valósul meg, hanem jóval több, és azt gondolom, hogy mindenhol örömmel fogadják. És lesz még ezen túl majd. Igen. Hál' Istennek 7 pályát sikerült ebbe a programba betenni. 4 ebből Veszprémben, Herenden, Nemesvámoson és Balatonerdőn valósul meg. Ez egy 18 millió forintos beruházás. A Magyar Labdarúgó Szövetség ugyancsak a zsebébe nyúlt, nem is kicsit, de azért mindig kellett hozzá egy kis önrész is a városoktól. Igen, mert a Labdarúgó Szövetség is úgy gondolja, hogy a legkisebbektől kell elindulni, és ha a legkisebbek rendben vannak, akkor onnantól kezdve már tud építkezni egy foci csapat, akár egy iskola, és akkor onnantól kezdve elkezdődhet a labdarúgás képzés, és minél előbb, minél kisebb korban szeretnénk, hogyha megszeretnék a labdarúgást, és egy örök szerelemmé válna. Most úgy eszembe jut, amikor a veszprémi labdarúgó csapat még NB1-es volt, mennyi néző volt, mennyi izgultunk és hogy rukkoltunk. Hát egy kis idő eltelt, most más a helyzet, de mintha megindult volna valami, hát gondolok a futszálosokra is. Igen, hát itt Veszprémben a futszál is, de a nagypálya is, tehát az NB3-as csapatunk harmadik lett, azt hiszem egy nagyon-nagyon kiváló eredmény. A futszálosaink meg magyar kupa győzelemmel és akár ma feltehetik a pontot arra, hogy a harmadik helyen végezzenek. Azért kellenek az ilyen lehetőségek, az ilyen pályák, hogy valahogy kimozdítsuk a gyerekeket a számítógép és a tévé világából, hogy egy kicsit lejöjjenek, és akkor itt jó körülmények között a szülő is nyugodtan le tudja engedni a gyermeket, hiszen ha elesik, akkor nem történik nagyobb baj. Míg ha egy betonos pályára gondolunk, akkor ott azért igencsak izgulni kell, hogy a gyerek sérüléssel megúszza és hazaérkezik épségben. Úgyhogy erre nagyon jó ez a pálya, hogy ezt tudják a gyerekek. Gyerekkoromban nem volt túl sok lehetőség, általában focisztunk, de később is azt mondták, hogy hát mindenki focista akar lenni, de azért a mai világban ez már nem igaz, hiszen a nagy sportág választókon látszik, hogy rengeteg sportágból lehet választani. Ön hogy látja, mennyire népszerű manapság a futball? Én azt gondolom, hogy a futball az mindig futball lesz, ugyanúgy, ahogy régen, úgy most is. És ha megkérdeznénk a kicsiket is az óvodában, mindenki azt mondaná, hogy Messi és Ronaldo akar lenni. Tehát azt gondolom, hogy a labdarúgás még mindig ott van. Nyilván nagyon sok sportág került jó helyzetbe, és egyre többen próbálják megfogni már kiskorban a gyerekeket, de azt hiszem, hogy a labdarúgás ebben éljen jár, és ha egy ilyen pályán focizhatnak, az meg külön öröm.